Sziasztok! Én Úr Balázs vagyok, és a Tiny Cornix-ot szeretném nektek bemutatni. Többen kérdezték itt kint tőlünk a standon, hogy milyen cégtől jöttünk, és miket árulunk, mert annyi kütyüvel, meg mindennel készültünk. Itt szeretném tisztázni, hogy nem árulunk semmit, semmilyen cégtől nem jöttünk. Egyszerűen egy bárki számára ingyenesen letölthető disztribúciót szeretnénk megmutatni, ami úgy gondoljuk, hogy a maga nemében más, mint az összes többi Linux, és akkor ezt fogom most néhány percben bemutatni nektek. Ugye annyiben más ez, mint az összes többi Linux, az, hogy ez nagyon kicsike. Többféle változatban lehet letölteni. Van egy olyan változata, ami csak és kizárólag parancsolós felületet tartalmaz, ez mindössze 9 megabájt. Ebben sok minden nincsen, viszont nagyon jó alapot ad arra, hogy később kiegészítsük más dolgokkal. Van egy picit nagyobb változata, ami 14 megabájtot foglal, illetve van egy még nagyobb változata, ami pedig 70 akárhány megabájtot összesen. Így is lehet hallani? Igen. Jó, hát próbálok hangosan, hogy a felvétel is esetleg halljon még engem. Tehát, ha valaki ezt ki akarja próbálni, akkor javaslom, hogy a legnagyobb változatot töltse le, ugyanis abban van olyan indítási lehetőség, hogy egyből telepítővel is indul. Ugyanis a két kicsi változat, a 9 és a 14 megabájtos, az nem tartalmazza a telepítőt, hanem ezt utólag kell hozzá letölteni. Ezek live rendszerek, arra való, hogy ki lehessen próbálni a magát a rendszert, illetve hát kézzel természetesen föl lehet telepíteni. Ha valaki ezt a megszokott next finish telepítést szeretné, akkor mindenképpen szüksége van a nagyobb változatra, ami önmagában tartalmaz ezt. Illetve, hogyha van aktív internet kapcsolat, akkor természetesen a kicsikkel is le lehet tölteni azt az egyetlen egy csomagot, amivel utána feltelepíthető maga a rendszer. A méretéből adódóan a telepítés az nem tart sokáig, tehát ez kb. 1-2 percig tart, attól függ, hogy éppen milyen az USB sebessége kb. Azt határozza meg. Egy 1.0-as USB-vel értelemszerűen lassabb, egy 2-es-re, 3-assal viszonylag gyorsan föltelepíthető. Maga a grafikus felület az egy ilyen FLVM nevű ablakkezelőt használ, és ez arra jó, hogy egy ilyen kis picike, egyszerű ablakozó felületet fog biztosítani nekünk. Aki még nem látta volna, egyébként kint a standunkon ez megtekinthető, mert hoztunk magunkkal gépeket. És ami újdonság még, hogy nem csak az X86-os vonal támogatott, hanem 64 bites verzió is elérhető, illetve beágyazott rendszerekre, ARM processzorokra, tehát például egy Raspberry Pi-ra is elérhető változat is letölthető a honlapról. Maga a rendszernek még az is az érdekessége, hogy itt a telepítés az annyiból áll, hogy a letöltött fájlokat fölmásolja a számítógépen lévő lemezre. És kész. Ennyi a telepítés. Utána az indítás már onnan fog történni, és teljesen mindegy, hogy a live rendszert használjuk, vagy pedig a telepített rendszert használjuk, mind a kettő azt fogja csinálni, hogy az egészet fölcsatolja a memóriába. Tehát valójában a futórendszer az nem a háttértárat használja, hanem a memóriával alakít ki magának egy ilyen virtuális lemezt. Ezáltal nagyon gyors, tehát miután a rendszer elindult, nagyon gyorsan használható, és mivel a memóriában van az egész, ezért a rendszer kikapcsolásakor
hát most ez jó vagy rossz, nem ment el semmi. Persze van arra lehetőség, hogy el lehet menteni a futó munkamenetnek a fájait, és akkor az előre megadott mappákat egy sima egyszerű targézé csomagba be fogja tenni, amit a következő indulástól kibont oda, ahonnan ezeket betömörítette. Tehát így meg lehet oldani a mentést, de vannak olyan környezetek, amikor tipikusan az a cél, hogy ne maradjon semmi utánunk. Mondjuk oktatási környezet, amikor beül egy tanuló a tanterembe, kap egy gépet, ott ül 45 percig, és 45 perc után azt szeretné, hogy ne maradjon utána semmi. A rendszergazda pedig azt szeretné, hogy a tanuló ne tegye tönkre a gépet, itt az újraindításhoz visszaállítja az eredeti állapotot. Ez olyannyira működik, hogy magát a gyökérpartíciót akár föl lehet csatolni csak olvasható módon is, és akkor ténylegesen nem történik meg az írás, viszont a rendszer ugyanúgy működik tovább. És ebből következik, hogy mivel a memóriába csomagol ki mindent, ezért ténylegesen a lemezen ilyen virtuális fájlrendszerek, illetve tömörített fájlok vannak. Tehát azzal... Van ellen. Kicserélték az ellen. Partíción alig vannak fájlok, azzal azt érjük el, hogy nagyon könnyű a rendszert frissíteni, és itt az alig vannak fájlok, ez szó szerint azt jelenti, hogy néhány tíz fájl van csak a lemezen. Ezzel szemben mondjuk egy ilyen népszerűbb Linux disztribúció telepítése után akár több százezer fájlt is felmásolhat a lemezre. Maga a felület az így néz ki, tehát ez az a alap, ami fogad minket. Lent ott van egy ilyen kis menü, ami körülbelül hasonlóan néz ki, mint egy almás cégnek a menüje. Ugyanúgy kinyitja a dolgokat, csak ugye itt sokkal kisebb az egész rendszer. Néhány alkalmazási terület, ahol ezt használni lehet. Ugye ezt a Linuxot nem arra találták ki, hogy mindenki ezt használja, és amit eddig használtunk, azt dobjuk el, mert nem jó. Hanem ez arra való, hogyha olyan gépeken szeretnénk használni, amire már tényleg semmit nem lehet föltelepíteni, mert annyira gyenge lenne. Ennek a rendszernek a minimális követelménye az 486-os processzor és 32 MB memória. Tehát azt gondolom, hogy ha valahol van elfekvőben olyan gép, amit még be lehet kapcsolni, akkor az nagyjából ezt a követelményt teljesíti. Tehát vegyük úgy, hogy minden számítógép alkalmas erre a célra. Mi készültünk ilyen vékony kliensekkel, ugye alapvetően ez eddig a klienseknek az lenne a fő feladata, hogy van rajta valamilyen operációs rendszer, ami mindössze annyit tud, hogy elindítja magát a klienst, és utána ez a kliens csatlakozik egy távoli szerverhez, és az a szerver futtatja az adatokat. Tehát egy szerver nélkül ez egy buta kliens, semmit nem lehet vele csinálni. Viszont mivel ez a rendszer tényleg csak néhány 10 megabájtot foglal, és egy ilyen kliensben általában van kb. 64-128 megabájtnyi ilyen flash memória, nagyon szépen föl lehet telepíteni erre a kliensre ezt a rendszert, és marad még néhány 10 megabájtunk arra, hogy valamilyen programot föltelepítsünk. Ugye alapvetően egy népszerű disztribúció az úgy működik, hogy mindenből ad valamit. Tehát ha letöltünk bármilyen népszerű Linux verziót, akkor abban van valamilyen szövegszerkesztő, zenelejátszó, videolejátszó, böngésző, tehát minden programból van benne legalább egy darab, és ha valaki ezeket nem szeretné használni, akkor csak feleslegesen van ott a gépén. Tehát minek telepítsek föl 4 gigányi fájlt, amikor nekem csak egy szövegszerkesztő kéne, hogy megírjak mondjuk egy jegyzőkönyvet. Tehát alapvetően a más Linuxoknál úgy működik a dolog, hogy kapunk mindent, és ha nem tetszik valami, akkor távolítsd el, vagy cseréld le. Itt viszont az az elv, hogy nem kapunk semmit, ha valami kell, akkor rakd oda, és akkor a rendszered csak annyit fog tudni, amire szükséged van. Van ott kint olyan terminálunk is, amire csak egy szövegszerkesztőt telepítettünk. Tehát nem tud semmit, elindul egy ilyen egyszerű grafikus felület, van rajta egyetlen egy ikon, és egy szövegszerkesztőt el lehet indítani, meg lehet vele írni egy levelet, és el lehet menteni mondjuk ODT formátumban. És kész.
tehát alapvetően ez a rendszer arra való, hogyha valaki barkácsolni szeretne, tehát nem riad vissza attól, hogy itt nincsenek készen a dolgok, hanem nekünk kell összerakni, akkor erre egy tökéletes kiindulási alap. Azért a mostani verziók már nagyon sok mindent támogatnak, tehát amikor én megismerkedtem ezzel a rendszerrel, akkor a telepítési procedúra szó szerint egy procedúra volt, tehát úgy kellett leírásokat olvasni, hogy mit hova kell másolgatni, hogyan kell a rendszerbetöltőt telepíteni, hogyan kell fölcsatolni kézzel a meretlemezt, hogyan kell particionálni, ezt mind-mind kézzel kell megcsinálni. Ma már egy ilyen kattingatos módszerrel ez megoldható, illetve van hozzá egy csomagkezelő is, tehát az alkalmazások telepítése sem bonyolult, ugyanúgy egy listából ki lehet választani, hogy mit szeretnék föltelepíteni, megnyomok egy gombot és föl van telepítve. Ennek a szoftverközpontnak, amit itt úgy hívnak, hogy alkalmazás böngésző, ennek az alkalmazás böngészőnek van parancsoros változata is, ami körülbelül ugyanúgy néz ki, mint a grafikus változat, tehát még az sem riasztan el senkit, hogy mondjuk a grafikus változat vagy a grafikus telepítő nélküli változatot rakja föl, mert ugyanúgy parancsolatban is elérhető nagyjából minden. Akkor a legnépszerűbb téma, hogy ez a Windows XP, hogy már rég le kellett volna cserélni, és már nagyon régi, de nagyon sokan használják. Ugye főleg azért használnak ilyen gépeket még, ilyen rendszert még, mert valószínűleg ez a rendszer olyan gépekre van feltelepítve, ahol már nem tud egy másik Windowsra frissíteni, mert az újabb verziót már kizárt, hogy futtassa. Hát arra például ez tökéletesen jó, hogy lecseréljük, és arra az egy adott feladatra, ami miatt megvan tartva ez a gép, még teljesen jól lehet használni. Illetve különféle szervereket lehet ebből összerakni, lehet belőle csinálni bármilyen kiszolgálót, webszervert, adatbázis szervert, vagy akár torrent klienst is, ami éppen szimpatikus. Jó, és akkor átadnám a szót a kollégámnak, aki arról fog mesélni, hogy mi mindent lehet kihozni ebből az eszközbe, és néhány példán keresztül bemutatja, hogy mi mindennel foglalkozunk. Sziasztok, Gressz Balázs vagyok, és be szeretném mutatni, hogy hogyan lehet egy torrent klienst feltelepíteni a TinyCore-re, méghozzá a Raspberry Pi ARM processzorral rendelkező eszközre. Mivel eleinte nem volt grafikus felületem, ezért úgy kezdtem el, hogy a parancsos változatában kikerestem, hogy hogyan is épült fel ez a transmission. Igaziból szépen leírja, hogy milyen verziót használ jelenleg, nem valami nagyon nagy brutális értéket használ méretileg, mert mondjuk 1,2 MB. Vissza lehet nézni szépen a logot, a kommenteket, meg lehet nézni, mire lehet használni, kikészítette, és tulajdonképpen ennél több információ nem is nagyon kell. Ezután jött a telepítés és a konfigurálás, ami az NC-n keresztül konfiguráltam be. Van webes kiszolgáló felület a transmissionnek, és van egy grafikus felülete is a BitTorrent kliensnek. Itt tulajdonképpen a webes felületet bekonfigurálni. miután bekonfiguráltam, azután átértem a webes a grafikus felületére, és onnan próbálkoztam irányítani a torrent töltéseket. Ezután jött az, hogy a maga a Raspberry Pi-re rá lehetett tenni egy külső memóriakártyát, 2 GB-os memóriakártyával van benne, azon maradt az egész TinyCore, és rácsatlakoztattam egy külső Winchestert, amire majd letölti az adott torrenteket. Természetesen csak a legális torrenteket és a Linux distribúciókat töltöttem le. Ezután kellett találni valami kiszolgálót, amivel rá tud csatlakozni kívülről, és szépen tudom érni az egész Raspberry Pi-t bárhonnan a világból, bárhol is vagyok, így hát szétnéztem egy VNC szerver után, ami viszonylag egyszerű telepítése legyen, nem foglalni sokat, így találtam is egy aktuális jó kis VNC szervert. Tulajdonképpen nem, ez se túlzottan mérete miatt fogom feltelepíteni, inkább az miatt, hogy gyors. És
tulajdonképpen nem kíván semmi erőforrás, mert az egész program 130 kilobájtba került nekem, a 2 gigabájtos memóriakártyán meg elfért. Ezután, mivel alapkonfigurációja tökéletes volt a BNC szervernek, be volt állítva egy alapport, utána rádugtam a belső hálózatra, kapott IP címet a Raspberry Pi, utána létrejött a kapcsolat, és onnantól kezdve tudtam irányítani. A processzor terhelés nem volt olyan brutális, az első kapcsolat felépítésénél felment 100%-ra a Raspberry-nek a processzora, a memóriából maximum 40-45 MB-ot használt fel, jelenleg 512 memóriája van, így viszonylag gyors volt, de miután már felállt a kapcsolat, a számítógépemről a RAM-nyámmal tudtam így rámenni tulajdonképpen. Az alapport az 5900 volt, és így nézett ki, miután rácsatlakoztam a Raspberry Pi-ra a számítógépemről. Tulajdonképpen ott fut a terminálban hátul a VNC szerver, ami írja folyamatosan az adatokat, merre mozog az egér, mindent lekezel, mindent visszalogol, meg lehet nézni, mit kattingottam, milyen billentyűt ütöttem le, jobb felső sarokban megy a hátok, az is elérhető az ARM processzor, és szépen mutatja a dolgokat. Hát a CPU most jelenleg van 10-12%-on pörgött, már nekem rajta voltam, és futott minden. Az alsó menüsávot, a almás menüsávban lehet látni tulajdonképpen a feltettett programokat. Többnyire feltettem egy diló böngészet, a 3-as verzióját, hogy azért tudjak kutatni az interneten, mit töltsek le. Utána egy transmissionnek ott van az ikonja, képnézegetőnek ott van az ikonja, a FileZilla-nak, meg ott van az MC-nek is, meg van egy szövegszerkesztő, ami a Bluef is tettem fel, és így tökéletesen több mint egy hétig futott az egész, a melegedés kizárt volt, alaphőmérséklete volt, nem melegedett túl, stabilan ment, és a külső Winchesternek tökéletesen meghatott a külső Winchester, hiába egy újabb verzió ez a Winchester. 3.0-es USB-vel lehet csatlakoztatni, de a Raspberry Pi csak 2.0-as van, de tökéletesen meghajtottam. Nem vettem észre azt, hogy a seed vagy a letöltés miatt lelassult volna. Ennek köszönhetően így viszonylag egyszerű volt a letöltés, mert amikor mondjuk suliba vagyok, vagy bárhol vagyok, ugye akkor a számítógépemre nem tudok visszaszídelni, meg ilyenek, így kitaláltam azt, hogy ez így működőképes lehet. Hát, és akkor ezt így meg lehet csinálva. A megalakulás az 2011. április 8-án került sorra. Van egy kisebb weboldalunk is, tanikalinux.urvalás.hu. A kinti gépeken fel van telepítve az összes a tanikor, különböző specifikációkkal vannak ellátva. Ha valakinek van kedve az előadás után, egy más Linux disztribúcióval rendelkező kis laptopra fel fogjuk telepíteni a tanikort, az az 5 percet rászálljuk az életünkből, és hogyha valakinek van kedve, nyomon követheti. A tanikornak a hivatalos oldal az a tanikorlinux.net. Onnan le lehet tölteni a legújabb verziókat hozzá, szét lehet rajta nézni, hogy milyen csomagok, melyik verzióhoz vannak. Köszönjük a figyelmet, és akkor a kérdések. A kérdéseket azt muszáj lesz kémben, hogy 20-ban vagyunk. Kémben, akkor gondolom megtalálom benneteket, ugye? Igen.